Üdvözlök mindenkit! Megérkezett a Legacy of the Void, a StarCraft 2 utolsó kiegészítője, és ennek örömére bemutatok egy olyan mérkőzést, amely már az új kiegészítővel történt. Mik a változások a Legacy of the Void-ban? Hát, rendkívül felgyorsították a játékmenetet, tehát most már a játék legelején sokkal több szedővel rendelkezünk alapból, azt hiszem kétszer annyival, és így a játék is sokkal hamarabb felpörög. Ez azt eredményezte, hogy rendkívül gyakoriak a rásolós, csízelős buildek, és a mai alkalommal egy pont ilyet szeretnék bemutatni. Ellenfelem Halonub, aki Protoss a jobb felső sarokban, én pedig a bal alsó sarokban játszok Terránnal. Láthatjátok, hogy rengeteg a szedő. Egyet rögtön el is küldtem a pálya másik végébe. Megpróbálok majd nem csak rásolós videókat közvetíteni, de jelenleg valahogy nagyon szórakoztat a rásolás lehetősége. Amit én itt most tolok, az egy proxy sok barakkos rás. Megérkezett itt a prób, úgyhogy inkább az SCV-t, ami ment volna proxy barakkot építeni, itthon maradt szedőtölni. Ekközben az első elküldött felderítő szedő felderíti az ellenfél bázisát. Második supply depot. Igazából most jön a barak normális esetben, azonban mivel itt volt a szedő és a túloldalon lévő SCV még nincsen pozícióban, ezért hát nem tudtam lerakni a barakkot. De most, hogy már pénz is van, és megfelelő helyen vannak a munkások, épp itt az ideje, hogy lerakjam a proxy barakkot. Közben a szedő még mindig itt van, kergetem. Itthon pedig a falat befejezem egy supply depóval. Nagyon erősnek tűnik ez a Terran build, mit én tolok. Hogyha nem deríti fel korán az ellenfél, akkor szinte biztos a győzelem. Ugye mivel teljes létszámon tudom szedni a kristályt, sokkal hamarabb elkezdhetem építeni a gázt. Egyébként ez egy gáz nélküli kezdés lett volna, még a Swarm Hostos kiegészítőben. De most, hogy nem lehet többel szedni a kristályt, ezért most már a gázt is el lehet kezdeni szedegetni. 2 percnél tartunk a játékban, és már harmadik proxy barak épül. Közben véletlen hazacsalta ezt az SCV-t, és úgy döntött, hogy 3 darab próbbal véget is vet életének. Halnub. Ekközben a negyedik proxy barakkot kezdem el építeni az ellenfél oldalán. Ugye ez az egész helység, ami itt van, ez egy magaslaton helyezkedik el. Tehát, hogyha itt egységek haladnak el ezen a szakaszon, akkor azok nem veszik észre az épülő épületeket itt. Otthon egy gáz, még 1 darab szedőt belegyártak a gázba, és utána úgy veszem, hogy ez a bázis teljes létszámon működik. Az első barakk elkezdte gyártani a marinokat. 5. barakk. Itt van még egy SCV, aki nem akar kivenni a... nem akarja kivenni a részét a munkában. 2 SCV. Hát gondoltam, hogy ha már ennyire felépítettem ide a barakkokat, akkor egy bázis is elférhet itt. Közben érkezik az 5. barak is. Úgyhogy elkezdtem építeni ide egy command centert. Barakokat felszerelem addonokkal. Elég sok reaktor, de azért lesz köztük egy-egy teklep, hogy a steampacket ki tudjam fejleszteni. 3,5 percnél járunk, és a Protoss is települ. Kész van a Robotics Facility, amiből Observert épít. Van egy Sentry-e, meg egy Stalker-e. Rengeteg a pénzem, és amennyi épületem van, az rengeteg egység előállítását teszi lehetővé, ezért rengeteg supply depot kell építeni itthon. Ezt mind a falba építem bele, növelve ezzel is a bázison védelmét. Ugye otthonra nem nagyon tudok egységet gyártani. Egy bunker, biztonság kedvéért. És most, hogy az összes barakk elkészült,
lehet tologatni kifelé az egységeket. Főépületem átalakult orbitákon, Mandau is le is érkezett az első Mule. Úgyhogy lehet itt gyűjtögetni a minerált. Reaktoros barakokba jön a Marin. Hetesével. És már is. Közben itt egy teklep. Még erre talán lehet, hogy teszek egy reaktort. Nem felejtem el. Igazából valamiért csak négy darab barak van kijelölve control groupra. Ez az utolsó, ez vagy lemaradt. Építek ide egy engineering bay-t, ez lehetővé teszi azt, hogy a főépületet átalakítsam Planetary Fortress-é ezzel az itt lévő expansion tartóságát lehet növelni. Elkezdődött itt is a munka, inkább. Ellenfelem vezet szedők tekintetében, azonban nekem itt egy elég nagy seregem van, háromszoros. Egy darab marinnal elmegyek felderíteni. Csak sajnos ez itt elsétáló stalker elcsalogatja. Ellenfelem most fedezi fel, hogy mi történik itt. Valószínűleg hideg zuhanyként éri a sok. Épül a Planetary Fortress. És innentől kezdve, most, hogy lebuktam, kénytelen vagyok megindulni. Nézzük, milyen egységeim vannak. 30 darab Marin, ellenfelemnél 3 darab Stalker, 2 darab Sentry és 1 darab Mothership Core. Ugye a Mothership Core most a Legacy of the Void-ban a pylonok segítségével képes a Photon Overcharge-ra. Itt sajnos elkövette azt a hibát ellenfelem, hogy a Sentry-kkel nem épített Force Build-et. Ugyanis az volt, hogy ki volt jelölve a Mothership Core is a seregével együtt. És azoknak a gyors gombjai voltak elérhetők. Azt hiszem csökkentették is a Photon Overcharge-nak az energiaigényét. Hát de innentől kezdve már nincs mit tenni, kijött egy immortális. Azt kell tudni, hogy az immortálok azok továbbra is hatékony, mint hatékonyak a nehéz egységek ellen. De sajnos a marinok azok hatalmas tűzgyorsasággal rendelkeznek és light egységek, úgyhogy az immortál sem zavar sok vizet köztük. Utánpótlás érkezik. Rá az Immortára Focus Fire, és bár van neki ez az új képessége, hogy elég sokáig tényleg sebezhetetlen, ennyi marinnal nem lehet mit kezdeni. Úgyhogy ellenfelem beadja a GG-t, és kilép a játékból. Na hát ez volt az első videó, amit a Legacy of the Void-dal kapcsolatban beszerettem volna mutatni. Nagyon óvatosan kell játszani, ilyen sarások valószínűsége fokozott. De az egész játékélmény egyébként maga sokkal jobban felgyorsult, sokkal hamarabb kell expelni. És sokkal gyakrabban is kell expelni. És hát nagyon hamar lehet lépkedni fölfelé a tech tree-n. Bázisok is sokkal hamarabb kifogynak, tehát látható, hogy a 7. perc már lelegelték az SCV-k az összes kristályt innen. Úgyhogy feltétlen kell új bázisokat létrehozni. Én pedig köszönöm a figyelmet, ezentúl Legacy of the Void-os videók várhatók, nagy valószínűséggel, azonban lehet, hogy még néhány Heart of the Swarm-os, esetleg Wings of Liberty-s kiegészítős videót is bemutatok majd. Na, sziasztok!